Nagy szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket. Valaki egy nagyon érdekes kérdést tett fel, ami úgy hangzik, hogy a három királyok mennyi ideig utazhattak, mire megérkeztek Betlehembe. A kérdés azért nagyon érdekes, mert két oldala van ennek a dolognak. Az egyik egy bibliai, a másik pedig a néphagyományokkal és a néprajzzal összefüggő dolog. Ami a bibliai anyagot illeti, Máté evangélium a második fejezete az egyetlen hely, ahol olvasunk ezekről a pogány emberekről, pogány származású emberekről. Az evangélista azonban nem három királyoknak, hanem napkeletről jövő bölcseknek nevezi őket. Semmi nyoma nincs annak, hogy hárman voltak, semmi nyoma nincs annak az evangéliumokban, hogy királyok voltak. Ezért először talán azt a kérdést kell föltennünk, hogy maga az evangélium és az evangélista milyen szándékkal örökítette meg ezt a történetet, ami számukra. Máté evangéliuma egy nemzetségi táblázattal kezdődik, és ennek a nemzetségi táblázatnak az az üzenete, hogy Jézus Krisztus a Dávid fia volt, de ugyanakkor Ábrahám leszármazottja. Ábrahám pedig sok népeknek az atya. Tehát Jézus Krisztus egyfelől a zsidó messiás várakozásnak a beteljesítője, másfelől a pogányoknak a megváltója. Ezt az üzenetet szerette volna Máté evangélista a mi szívünkre helyezni, és ezért emelte be ezt a történetet az evangélium elején. Hasonlót tett János is, ő az evangélium végén beszél arról, hogy Jézus Krisztushoz görögök jöttek, akik a templomban szerettek volna vele találkozni. Tehát a napkeletről jövő bölcsek a keresztény evangéliumnak az egyetemességét testesítik meg magában a bibliai szövegben. A további dolgok azonban akkor merültek fel, amikor a keresztény misszió előre haladása nyomán a kereszténység valóban egy egyetemes világvallás, vagy legalábbis az európai és az ázsiai, afrikai kontinensen megjelenő és széles körben elterjedt vallás lett. Hiszen, ahogy újabb és újabb népek csatlakoztak az egyházhoz, ezek a népek az evangéliumok tömör elbeszélésein keresztül megpróbálták megtalálni a maguk helyét a megváltás tervében, és a maguk helyét az egyházban vagy az evangéliumban. Így születtek meg a különböző legendák, és ezekben a legendákban találkozunk a három királyokkal, találkozunk a nevükkel, és különböző az ő személyükhöz kötődő érdekesebbnél érdekesebb népszokásokkal. El kell azonban mondanom valami nagyon fontosat, hogy ezek a legendák, ezek nem önkényesen születtek a szó legszorosabb értelmében, igyekeztek a legenda szerzői, elindítói valahogy a bibliai szöveghez kötni a saját elbeszéléseiket és történeteiket. Ezek a történetek a második századtól fogva jelennek meg. Az első dolog, amit megtudunk, hogy a bölcs szó a görög és a latin nyelvben tulajdonképpen egy a mágus szónak a megfelelője, ami a perzsa kultúrában egy magas rangú papi
küldöttséget, vagy papi személyiséget jelentett. Ebből tehát nyilvánvaló, hogy ezek a bölcsek, ezek vagy Perzsia, vagy Babilónia területéről, vagy esetleg a későbbi arab világ valamely területéről jöttek, a Római Birodalom keleti határán túli területekről. A másik nagyon érdekes és fontos dolog az, hogy honnan veszik a hármas számot, és honnan veszik a királyi jelzőt. A hármas számot onnan veszik, hogy Origenész volt, aki ezt először megfogalmazta, aki szerette szimbolikusan magyarázni a Bibliát. Onnan veszik, hogy három ajándékot hoztak ezek a bölcsek, vagy ezek a mágusok. És nyilvánvalóan a neveik érdekes módon még később jelennek meg a 6.-7. században, mégpedig oly módon, hogy egyiküket afrikaiként, másikukat ázsiaiként, harmadikukat európaiként ábrázolják, jelezve azt, hogy ők hárman a három akkor ismert kontinensnek a képviselői. Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy bár nem tudjuk honnan indultak, és nem tudjuk azt sem, hogy mennyi ideig tartott az ő utazásuk, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az ő személyiségük, az ő megjelenésük az evangéliumban azt a jó hírt közvetíti, ami számunkra, legendás módon és talán meseszerűen, de mégis az egyszerű ember számára egy pozitív üzenetként, hogy Isten világában minden népnek megvan a maga helye. Minden nép, Jézus Krisztus minden népnek, nemzetségnek a megváltója, ezért az evangélium minden ágazathoz, minden nyelvhez és minden néphez szól. Ezért bátran kereshetjük a mi saját hitünknek a gyökereit ezekben az evangéliumi történetekben. Egyébként el kell mondanom azt, hogy bár legendákat nem készítünk, de mi hetednapi adventisták is keressük a magunk gyökereit a Bibliában. Mi természetesen nem az evangéliumokban, nem az evangéliumi történetekben, hanem a Biblia apokaliptikus könyveiben. És felismerjük azt, hogy egy sajátos, egyedi küldetést kaptunk azoknak a bibliai szövegeknek a tanulmányozása által, amelyek Dániel és Jelenések könyvében vannak. Ez az egész kereszténységet átfogó folyamat tehát, hogy a Bibliát minden kor embere igyekezett önmagára vonatkoztatni, és sajátos, személyes, az ő korának, az ő népének szóló üzenetet felfedezni benne. Ez nem rossz dolog addig, amíg nem térünk el az evangélium tiszta üzenetétől. Tehát amíg nem keveredik bele olyan babona, vagy olyan népszokás, ami ellentmond Jézus Krisztus evangéliumának és a megváltás titkának. Tehát olvassuk így ezeket a bibliai történeteket, és épüljünk, és gyarapodjunk belőle.